A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit. Mai vendégem Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm. És mielőtt nekiesnénk, hogy mi minden történt ebben az esztendőben a Vörösmarty Társaság tagjaival, egy verssel kezdünk, hiszen ma jelent meg, mostanában jelent meg a Fehérvári téli lapozó, a Vörösmarty Társaság nagyszerű kiadványa, és egy Pálfalvi András verssel köszönteném Önöket, Sóvárgás fehér karácsonyért. Élvezzük még az avar illatát, de már sürget az idő, mert az őszi eső lassan vízbe borítja a könyörtelen enyészet, már itt tólálkodik körülöttünk. De jön-e majd a megtisztító hólepel, ami alatt csendben sarjadhatnak a tavasz hírnökei, a fák tövében zöldülő füvek, csodás apró növények, életünk csendes örömei kelhetnek új életre. Vagy csak az aszfalt, a sivár beton marad nekünk ebben a túlzsúfolt világban. Jöjj el, havas, fehér karácsony, borítsd ránk megtisztító lepledet, hogy alatta mi is új életre kelhessünk. Nos, hát a hó megjött, és azt hiszem, hogy ez a vers méltán kérte, és így is történt. Ahhoz azonban, hogy megértsük, hogy mi minden történt Székesfehérvár kulturális életének egyik nagyon-nagyon fontos, azt mondom, várában, és itt a közben mutatom a várat is, így élünk ma, a Nyugat szorításában címmel, tehát a Vörösmarty Társaság életében egy kicsit vissza kell mennünk az időben, hiszen nagyon fontos történések voltak. Kezdjük talán azzal, hogy egy új sorozatot indítottatok íróasztal címmel, ami azt hiszem, hogy példa volt arra, hogy miként lehet a köznapi nyelven is elmondani mindazt, ami az író embereket és a kultúra kedvelőket foglalkoztatja. Igen, ez a íróasztal természetesen egy virtuális íróasztal mellett beszélgetünk írókkal, költőkkel, képzőművészekkel, és rendkívül népszerű lett már az első alkalmak után, örömmel vállalták azokat, akiket megkértem. És valóban arról van szó, hogy nem csak a műveiken keresztül, tehát a írók, költők művein keresztül ismerhetjük meg őket, vagy a esetleges legmélyebb titkaikat, vagy akár a szakmáról, hanem egy ilyen virtuális íróasztalnál beszélgetünk. Jó leső érzéssel fogadták. De ha visszatekintünk, akkor volt jó néhány ebből, és azt hiszem, hogy ezek valóban megerősítették, hogy egyik oldalról, mintha az emberek a két esztendő, úgymond bezártság után kiéheztek arra, hogy és nem csak köznapi emberekre gondolok, mindenki, hogy a kultúra barátaiként találkozhassanak írókkal, költőkkel, és kicsit megvitassák, hogy mi minden történt velünk, és történhet. Tehát ez nagyon fontos. És az esztendő egyik legfontosabb eseménye volt számomra, bár minden esemény fontos, amit a Vörösmarty Társaságban rendeztek, az Így élünk ma. Ez a kerekasztal beszélgetés rávilágított a moderálásoddal arra, hogy szakemberek, művészek, közéleti szereplők miként gondolkodnak a máról. Mert azért valljuk meg, hogy egészen különleges világban élünk. Hát, hogyha már két szűk esztendőt említetted, akkor meg kell erősíteni azzal, hogy hát nem csak a Covid miatt volt ez egy nehéz, ellentmondásos esztendő, hanem azért is, mint köztudott, hogy nem volt két és fél esztendeig nem állt rendelkezésünkre a Vörösmarty Társaság, és ez bizony nagy nehézségeket jelentett számunkra, de talán ennek a közösségnek az erejét jelenti, erkölcsi és mindenféle erejét jelenti, elkötelezettségét, az, hogy ezután a bezárság után ugyanolyan lendülettel és hittel és lelkesedéssel folytattuk a munkánkat. Ez megerősítést jelentett, hogy a
mindenki elfogadta a meghívást egyrészt, másrészt pedig azért az erről megjelent tudósítások is azt mondták ki, hogy erre bizony nagyon nagy szükség volt most. Hát én persze abszolút megerősítést jelentett nekem, és más különben nem lehetett volna olyan rendezvényeket létrehoznunk és megvalósítanunk, mint amit ebben az esztendőben. Hát mondhatom azt, hogy nagyon sok szempontból ez az elmúlt évek mindenféle nehézség ellenére az egyik legszínesebb és leggazdagabb közösségi életünk volt. És hát nagyon sok olyan rendezvény volt, amiről érdemes beszélgetni, és többek között ilyen volt ez a kerekasztal beszélgetés, aminek aztán ez a végeredménye tulajdonképpen majdnem azt mondhatom, hogy közkívánatra jelent ez meg, hiszen nagyon sokan kérték, hogy az, ami ott elhangzott, azt adjuk ki. Erre is foglalkozunk és belelapozunk természetesen, ugyanakkor nagyon fontos volt az a kerekasztal beszélgetés is, amiben a fiatalokat szólítottátok meg. Mert valljuk meg, soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy például ez a középiskolások irodalmi konferenciája megvalósuljon. Én azt látom, hogy a fiatalok nagyon is kivonatosan foglalkoznak ma már a kortárs magyar irodalommal. Nyilván a tanulmányiak és az a felgyorsult világ is ezt eredményezte, de ez a kortárs írók segítségével végrehajtott, meg énekelt találkozó nagyon fontos. Hát jól emlékezhetünk rá, te is és én is, hogy némi kétségekkel hirdettük ezt meg, hogy legyen egy ilyen középiskolásoknak egy ilyen kerekasztal beszélgetése, de utána nyugodtan mondhatom sokunk nevében, hogy nagy meglepetésre rendkívül aktívak voltak, rendkívül érdekes kérdéseket tettek föl, vagy vetettek föl, és azt megint bebizonyították ezek a fiatalok, hogy csak meg kell őket szólítani. Lehetséges. Én ebben egészen biztos vagyok. És korán sem mindegy, hogy hogyan, miként történik. Tehát tanítói módon, vagy barátként tekintve rájuk a jövőért. Így, pontosan. Én majdnem azt mondhatom, hogy a jövő kollégáiként tekintünk rájuk. Egy kis múltidézés, hiszen Román tanár úrnak nagyon-nagyon sokat köszönhet Székesfehérvár kulturális, irodalmi élete, pedagógusként is, mi magunk, én ezt személyesen is elmondhatom, hogy nagyon Sobor tanár úrral együtt nagyon sokat kaptunk tőle, és hát egy emlékest az pedig arra való, hogy ezt a mélységeit megmutassuk az ő munkásságának, irodalomtörténészi munkásságának emberi oldalát is, és én azt gondolom, hogy Székesfehérvár díszpolgára ennyit meg is érdemelt. Egy kicsit tekintsünk vissza erre az estre, hiszen ugye Sebők Melindával, P. Maklári Évával és te magad hoztátok létre, nagy sikert aratott, méltó volt Román tanár úr munkásságához. Hát nagyon, nagyon örülök, és én is úgy érzem, így visszatekintve. Hát Román tanár úr, mondhatnám azt, hogy ő a nagybetűs, az egyik nagybetűs tanár a városban. Én különösen sokat köszönhetek neki, és a Vörös Mati Társaság jó néhány tagja sokat köszönhet neki, úgyhogy hát ezért is hálából és az ő nagyra becsültsége miatt kiírtuk a Román Károly díjat, amit Sebők Melinda irodalomtörténésznek ítélt a Vörös Mati Társaság, elsősorban az elnöksége, és hát annak meg külön örülök, hogy tanár úrnak ott van az emléktáblája a Kossuth utcában, a székházunk falán, ami mindig megkönnyíti az emlékezést. És ezért is nagyon szeretnék egy olyan emléktáblát, hogy minden nehézséget kiküszöböljünk a társaság székhelyének az udvarában, díszudvarában, szerényebb helyen, de elhelyezni egy olyan táblát, hogy a Vörös Marti kör és a Vörös Marti Társaság elhunyt íróinak, költőinek, képzőművészeinek az emlékére. Hogy bárkinek esetleg
évfordulója van, hogy bárkire emlékezni akarunk, akkor legyen ott egy emléktábla, legalább a Adízudvarban. Én azt vállalom, hogy ezen az emléktáblán mindig lesz koszorú vagy élővirág. Olyan nagy felelősségünk és kötelességünk emlékezni rájuk, és nem csak azokra, akiknek az emléktáblája már ott van a falon, vagy bárhol a városban. Nagyon jó, hogy a képzőművészeket említetted, mert a óvatatlan is kell, hogy szó essék az Áron Nagy Lajos Művészet Barátkör és a Vörösmarty Társaság közös rendezvényeiről. Ez is újdonsággal hat értelemszerűen, számtalan fantasztikus, kvalitásos festőművész állított ki a Vörösmarty Társaság dísztermében az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy ez az együttműködés nagyon fontos. Hát... Nem is együttműködés, hiszen szerves része a Vörösmarty Társaságnak az Áron Nagy Lajos Művészetbarátkör, és föltétlenül szeretném megemlíteni, és szeretnék köszönetet mondani dr. Lakner Józsefnek, a Áron Nagy Lajos Művészetbarátkör elnökének, és persze minden képzőművésznek, mert itt én azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban, nem csak ebben az esztendőben, hanem az elmúlt időszakban nagyon szép és nagyon értékes kiállításokat sikerült szervezni. És hogyha szabad, akkor a mostaniről is szólnék néhány szót. Benkőcsi Gyula kiváló festőművésznek a kiállítása van, ami tulajdonképpen megismétlése egy 7 évvel ezelőtti kiállításnak. És a különlegessége ennek az, hogy Benkőcsi Gyula javaslatára és kérésére a megnyitó az egyúttal egy irodalmi rendezvény is. Most is így volt, és azt bizonyította, hogy máskor is hasonlókat kell nekünk szervezni egy-egy kiállítás előtt, és sőt, mondanám azt, hogy van létjogosultság, és azt mondom, hogy szükséges egy ilyen kiállítás megnyitót tartani. Két nagyon-nagyon fontos esemény, az egyik a Vajda János díj mindenképpen esztendőről esztendőre. Hát igen. Jó néhány esztendővel ezelőtt határoztuk el a felső, a Gárdonyi Géza Művelődési Házzal, hogy kiírunk egy ilyen díjat, és mondhatom azt, mindenki, aki ezt a díjat elnyerte, nagyon büszke erre az elismerésre. És egyre többen jelentkeznek, tehát ez pedig megint csak jó dolog. Igen, és hát annál nehezebb kiválasztani a legjobb verset, de hát hála jó Istennek, hogy így van. Nem sokára a Művelődési Házra közösen összeállítunk azoknak, akik megkapták a Vajda János díjat, azoknak a műveiből egy kis kiadványt. Jó. Aztán határon túli magyar irodalom napjai. Ez mindig megdobogtatja a szívem, hiszen határon túli barátaink, író és költőbarátaink színe java itt van velünk. Hát most erre a mondatodra is megszaporodott a szívverésem, és bizonyos mértékig elérzékenyültem, ugyanis a találkozó után Tari István, azt hiszem, hogy valamennyiük nevében, akik itt voltak, mert hát közben Domonkos László is megerősítette írásban, hogy minden nehézség ellenére, és hát a nehézséget az is jelentette, hogy összesen 2 nap sikerült rendezvényre, sikerült pénzt szereznünk, köszönet a városnak ezért, de 2 napra sűrűsödött össze, viszont azt mondták a barátaink, külhoni barátaink, hogy talán minden idők legtartalmasabb, legdinamikusabb 2 napja rendezvénye volt. Azt hiszem, hogy ez nem is lehet vitás, hiszen amikor arról beszélünk, hogy kultúra Székesfehérváron, akkor ugye a zászlóvivője a Vörösmarty Társaság, és ehhez kapcsolódik a fehérvári szép versek is. Tehát a fehérvári szép versek közel 20 szerzővel, én azt mondom, hogy ez az antológia
mindent visz abban az értelemben, hogy látjuk, hogy megvannak azok a régi nagy nevek, és azért most már fiatalok is csatlakoztak ehhez a csapathoz. Hát nézd, mint minden antológiának az egyik ismérve az, hogy nem egységes a művek színvonalát illetően, de én azt mondom, hogy ez természetes, és természetes az is, hogy hát tényleg az ilyen régi motorosok mellett fiatalok is benne vannak, vagy éppen a költő, vagy a versírással, a költészettel most az elmúlt években foglalkozó szerzők is vannak ebben az antológiában. Egy biztos, és ezt merem bátran állítani, hogy a régi nagy generációhoz méltó, azt hiszem, ez a mostani generáció kiegészülve a fiatalokkal. Egy kicsit térjünk vissza az Így élünk ma antológiára, mert hogy itt most, amikor valaki belelapoz, akkor már is a te előszavaddal találkozik először, ami azt hiszem, hogy mindent elmond azzal a Serfőző Simon Sintéridő vers három sorával, amit te kiemeltél, hogyha szükség volna valaha nyárfa egyenességre, szókimondásra, soha ennyire berzsenyi földindulás hangjára, a baj kiáltásra, soha ennyire. És ez egy jó út így ebben az értelemben a tiétek. Hát Lajos, én azt hiszem, hogy erre a korra, a jelen időszakra ez nagyon igaz. Serfőző Simonnak ez a gondolata, ez a kiemelt gondolata a Sintéridőből. Hát, hogy ha meg tudjuk érteni azt, már pedig meg tudjuk, persze értjük, hogy ha valaha szükség volt nyárfa egyenességre, meg szókimondásra, ez a mai idő. Igen, nem vitás. Nos, hát könyvemutatók. Ebben az esztendőben is számos olyan szerző adhatott ki könyvet, verses és antológiát, ami nagyon-nagyon növelte ezt, hiszem, a társaság presztízsét, az övét nem különben. Hát az mondjuk kétségtelen, hogy a korábban is már említett nehézségek ellenére tudtuk folytatni a könyvkiadást, és most már ebben így az év vége felé is készen vannak azok a terveink, illetve hát készülnek azok a könyvek, amiket a jövőben is szeretnénk kiadni. Minden attól függ természetesen, hogy kapunk-e rá, meg lesz-e ennek az anyagi feltétele, de én nagyon bízom benne, hogy így lesz. Bízakodom én magam is, mint ahogy abban is, hogy ugyanolyan szintű lesz a vár, mint mindez idáig. Ebben az évben megint csak egy olyan folyóirat halmaz jött az irodalomkedvelők kedvéért az íróasztalukra, ahogy tetszik, ami minden igényt kielégít. Még hagy térjek vissza arra, hogy a könyvkiadásaink közül mindegyik kiváló kiadvány lett, de talán arra, amire leginkább büszkék lehetünk, és ami nagyon fontos számunkra több szempontból is, az a Fellinger Károlynak a verses kötete. Fellinger felvidéki íróbarátunkról van szó, nagy szerelmese Fehérvárnak, és rengetegszer volt már itt vendégként, barátként, és ő 108 fehérvári képzőművészeti alkotásról írt verset. Kiváló verseket, és egy nagyon reprezentatív, szép kiadványban tudtuk ezt közzé adni. Hát büszkék lehetünk rá, és nem győzöm megköszönni Fellinger Károlynak ezt a kitüntető szeretetet, amit a város iránt érez, és irántunk. Most azt mondhatom, hogy egészen példaértékű barátság, amilyen a felvidéki írókkal és a társaság tagjai között. És ez így van rendjén. Nos, hát zárjuk keretbe ezt a beszélgetést a téli lapozóból egy verssel. Választottál te is egy verset. Ez a
A nyári lapozó, amit talán emlékszel rá, nyáron először adtunk ki, és mondhatom azt, hogy nagyon sok elismerést kaptunk miatta, és nagyon nagy örömmel készítettük, és nagyon büszkék is vagyunk rá. Most ennek a téli változatát úgy gondoltam, hogy ezt ki kell nekünk adni, és ezekkel a versekkel, amik itt szerepelnek ebben a kiadványban, ezekkel kívánunk a Vörösmarty Társaság minden tagja nevében, a társaság tagjainak, az irodalom kedvelőknek, az olvasóknak és minden fehérvárinak nagyon boldog karácsonyt, meghitt boldog karácsonyt. Megváltó született. Védője áldott világából, békéből, csendből, súlytalan testmelegségből érkezett. Véres nyálkásan. A fény elvakította, Istentől elhagyottan sírt. Remegett picin nyelve, parányi keze ökölbe szorult, aztán ismeretlen, ormótlan kezek fölemelték, megtudta, mi a fájdalom, és mi majd halálig félni. Tisztára mosták, és idegen fehérségbe öltöztették. Úgy vitték hideg, súlyos fényben édesanyjához. Meghallotta szíveverését, érezte teste melegét, illatát, és mikor melléhez emelte, mintha teremtő istene szállt volna le, anyja szemében fölragyogtak a csillagok, újabb egyén át érezte, amit mind a földi boldogok. Anya vagyok, Istenem, megszületett a megváltó, az én megváltóm. Lórikám, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket, köszönjük ezt az évet, köszönjük a Vörösmarty Társaság valamennyi tagjának, és bízom benne, hogy a következő évben is ugyanilyen nívón figyelhetjük meg a fehérvári kultúra történéseit író és költő barátaink segítségével, társaságában. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, csak annyit, hogy nagyszerű terveink vannak a jövő évre. Történjék így, figyelemmel kísérjük. Köszönöm ígérem. Szépen. Kedves nézőink, az ünnepi beszélgetéseket látták, vendégem Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.